Eltört a karja, bedagadt a lába és tele volt kék-zöld foltokkal, itt találtál Rátkai Gizella az édesanyjára, amikor meglátogatta őt egy idősek otthonában. A gondozók azt mondták, hogy beesett egy bokorba, azért van rajta ennyi sérülés. A nő hazavitte a maga tehetetlen édesanyját. Most Fuchs Richárd kollégánk otthonunkban látogatta meg Gizellát és édesanyját. Őket kapcsoljuk most. Jó reggelt kívánok, itt vagyunk Gizella otthonában. Az édesanyja ezekben a pillanatokban ébredezik, ezért most csak ketten fogunk beszélgetni. Az első és legfontosabb kérdés az az, hogy hogy van most az édesanyja? Hát édesanyám harmadik napja van itthon, ha jól számolom. Nagyon sokat erősödött, látványosan már a második nap lábra állt, a daganat a lábáról már a másnapra majdnem mondhatom, hogy visszahúzódott. Második nap nagyokat sétáltunk az udvaron, jól eszik, a gyógyszert elfogadja, sokat pihen. Én úgy érzem, hogy sokat javul, és hát talán, ha nehezen hát is elhelyen. Hát kérdezem meg, hogy miért döntött úgy, hogy otthonba viszi az édesanyját? Én egyedüli lánya vagyok az édesanyámnak, a gyerekem kint él Svédországba, és volt egy olyan alkalom, amikor én rosszul lettem, és akkor döbbentem rá, hogy ha én nem leszek, akkor édesanyámat nincs, aki gondozza. És ebből gondoltam arra, amit meg is beszéltem a vezetővel, Mátikával, hogy nekem egy olyan helyzet jó lenne, hogy én fizetem a havi díjat, nem tartanék fel senkinek ágyát, csak amikor éppen nekem dolgom van, és el kell mennem egy hosszú távra, ahová édesanyámat nem tudom elvinni, például kórház vagy szemészet, ami meg is történt, hogy akkor én gond nélkül nem viszem és, oda, és van helye, és biztonságban van. És be is vitte. Mi volt az első olyan pillanat, amikor feltűnt, hogy valami nincsen rendben? Amit nem bírtam elviselni, az, hogy másnap bementem a folyadék, amit vittem neki először, az ott volt, én vittem neki almareszeléket, a kedvenc dolgait, és hogy ne menjek, és már akkor is mondtam, hogy egy picit hazavinném egy-két órára, és mondták, nem, Isten őrizzem, mert soha nem fogja megszokni. Utána én minden nap telefonáltam nekik délelőtt, délután, hol az első kapunál vártam, és integettem a nővérnek, hogy jöjjön oda, mert szeretnék. Tehát nem engedték oda az édesanyjához, magyarán szóval? Nem, mert hogy én édesanyámat felzaklatom, délután a hátsó kapunál vártam kocsiba a dolgozójukat, és adtam neki oda a kedvenc ételét, hogy adják amikor végül oda ment hozzá, hogy bejutott az édesanyjához, akkor mit látott rajta? Csütörtökön mentem be, amit már nem bírtam tovább egy este, akkor azt láttam, hogy a csuklója szinte könyökig bedagadva, besötétülve, bekékülve, a lába úgy nézett ki, mint egy felfújt gumikesztyű, és én ezt mondtam az egyik nővérnek, ugye tisztelve a tudásukat, én csak egy egyszerű laikus ember vagyok, nem akartam utasítani őket, hogy te be van dagadva a keze, meg a lába, kék a keze. Hátán is volt, hogyha jól emlékszem, vállán is voltak azokat foltok. Én nem láttam akkor, mert akkor én öltöztettem, mert hideg volt, már hűvös volt este, és azt mondta az ápoló, hogy ó, hát azért kék, mert beesett a bokorba, a lába azért dagad, mert sokat jár. Értem. Én ezzel ledöbbentem. Értem, bocsánat, egy kicsit sürget bennünket az adásidő. Ugorjunk oda, hogy végül sikerült elhozni az édesanyját, és elvitte orvoshoz. Az orvos mit mondott? Leginkább a kezéről, ugye ez. Rendben van, én csütörtök este megígértem nekik, hogy nem fogom látogatni, de eldöntöttem, hogy már péntek reggel megyek érte. 6 óra 30-kor én váratlanul megjelentem, nem akartak beengedni. Amit leírtam a Facebookon, tehát azokat láttam, tehát borzasztó volt. Hazahoztam, megpihentettem, megitattam, megetettem, és az orvos ellátta, begipszelték. Kiderült, hogy eltört a keze. Kiderült, el van csúszva. És az is kiderült, hogy nem akkor tört el, kicsit korábban, és egy időn keresztül ellátatlan volt a törött kéz. Igen, amit én meg is beszéltem a főnök asszonnyal, hogy én azt tudomásul veszem, hogy elesett, mert óvhatatlan minden beteg mellé nem lehet csak egy ápoló. Csak el kellett volna látni. Csak a tehetetlen asszonyon, az édesanyámon még egy vizes ruha se volt az arcán, amit ugye a Facebook fotó alapján, amit láttak az emberek. Tehát sem orvost nem hívtak, sem mentőt. Tehát
Ezt nehezen tudom. Gizel, tervez valami jogorvoslatot, vagy jogi segítség után fordul? Mindenképpen szeretnék, csak mivel édesanyám minden percemet leköti, nem lehet otthagyni maga egy percese, mert az egyensúlyi érzékét is elvesztette, nem tud fogni a bal kezével. Mindenképpen szeretnék jogorvoslathoz, tehát jogi személyt keresni, csak elmozdulni nem tudok tőle, és valahogy, ha olyat találnék, aki talán személyesen kijönne ide lakásomra, és meg tudnánk beszélni a további lépéseket, akkor persze, természetesen ez egyértelmű. Remélem, ez így lesz. És nagyon nyilván nem az édesanyám érdekében, hanem a többi ott gondozott idézőjelbe érdekében, akiknek nincsenek hozzátartozójuk. Értem, remélem megnyugtatóan fog rendeződni. Köszönöm szépen. Folytatjuk a témát Józsa Zsolt egészségügyi szakjogásszal, akit független szakértőként kérdezünk a témában. Jó reggelt kívánok! Ugye nagyon fontos elmondani az ügyel kapcsolatban, hogy természetesen az intézményt is megkerestük. Ők egyelőre nem kívánnak nyilatkozni mindaddig, amíg az ügy le nem zárul. Azt azonban hallottuk itt Gizellától, hogy szeretett volna bemenni az édesanyjához, de azt javasolták neki, hogy az édesanyja érdekében nem menjen be. Ilyet javasolhat, ilyen döntést hozhat egy ilyen jellegű intézmény? Javasolhat mindenféleképpen, döntést nem hozhat ilyet. Természetesen a hozzátartozóknak joga van látogatni és ellátni, akár el is látni a hozzátartozójukat. Tehát, hogyha valaki be akar menni az édesanyjához hozzátartozni, akkor ő be tud menni. Igen, be kell engedni. Nyilván van egy házi rendje, vagy van egy szokásrendje minden otthonnak. Ezeket betartva, de bemehet. Tehát a válasz igen, bemehet természetesen. Bár ilyenkor az ember nyilván gyanakodni kezd, amikor ennyire tiltakoznak, mert ebben az esetben ugye arról volt szó, hogy folyamatos megkeresésre ellenálltak, és mindig valami más indokkal találtak. Igen, pontosan így van, ez már valami. Mit jelent, hogyha ilyen ellenállás van az intézmény részéről, akkor valamit próbálnak leplezni. Nyilván, ahogy mondtam, az intézmény még nem nyilatkozott, ez nagyon fontos többször is elmondanunk akár. Mit gondol az ügyről így első hallásra? Sajnos ez nem kirívó eset. Többiet láttunk már, több ilyen történt. Ráadásul nagyon hasonló abban a tekintetben is, hogy valamilyen sérülés, valamilyen testi baj, jellemzően valamilyen törés, ez általában vagy szomnyaktörés, vagy csuklótörés pont az idősek életkorából következően, ami be szokott következni. Ilyenkor természetesen egy vizsgálatnak el kell indulni, és az hivatott arra, hogy megállapítsa a felelősségi viszonyokat, kinek a feladata lett volna észlelni ezt, kinek a feladata lett volna ellátni ezt a törést. De egy vizsgálatnak mindenféleképpen el kell indulnia. De nyilván egy idős ember azért ezt jelzi bent, tehát ha fájdalma van, ha nem is tudja ugye analizálni, hogy neki mi a problémája, de hát jelzi, hogy fáj a keze, akkor ezt valakinek észre kellett volna venni. Tehát azért itt én egy elég komoly mulasztást érzek. Még egyszer mondom úgy, hogy az intézmény nem nyilatkozott még. Így van, nyilván ezt ki kell vizsgálni. Jellemzően valóban úgy van, hogy az idős emberek tudják jelezni, de sokan olyan betegségben vagy olyan elváltozásokban szenvednek, amikor nem tudják ezt jelezni, akár a szellemi, akár a fizikai állapota miatt, de ezeket az eltéréseket akkor is észlelni kell. Tehát meg kell teremteni azokat a feltételeket, amik ezt lehetővé teszik, hogy az ilyen elesettebb vagy más állapotban lévő idős emberek is megfelelő ellátásban tudjanak részesülni. Említette Gizella, hogy amikor meglátogatta az édesanyját, akkor ugye a szájába tette az ujját, mert hogy annyira szomjas volt, az elképzelhető, hogy mondjuk 6 napig csak nagyon kevés folyadékot, vagy gyakorlatilag nem is kapott inni? Az is elképzelhető, de lehet, hogy vannak olyan betegségek, vannak olyan eltérések, aminek ez lehet tünete. Mm-hmm. Tehát nem, ezt így nem tudjuk, valóban ki kell vizsgálni, és nyilván meg kell vizsgálni alaposan a Gizella édesanyját is, hogy az ő esetében miről volt szó, mik azok a sérülések, amik bekövetkeztek, azok akkor következtek be, és nyilván vizsgálni kell az ellátás körülményeit, hogy mindaz, amit meg kellett volna kapjon, azok megtörténtek-e, azokban részesült-e. Az ügy további kimenetelét hogyan befolyásolja az, hogy most Gizella hazavitte az édesanyját? Én azt gondolom, hogy nincs különösebb befolyása az ügyre, abban a tekintetben, hogy ilyenkor, amikor valaki a hozzátartozóját egy ilyen intézménybe elhelyezi, szerződéses viszony alakul az intézménnyel. Igen, erre utaltam, egy vagy két szerződést kötnek. Általában az a jellemző, hogy inkább kettőt. Az egyik az, hogy az intézménnyel szerződik, hogy ott fogja elhelyezni, és ott fogják ellátni az édesanyját. A másik szerződés jellemzően pedig arra vonatkozik, hogy valamiféle egészségügyi ellátást is kap. Ez nem feltétlenül esik egybe, tehát az ellátó az akár lehet különböző is. Az természetes és a hozzátartozó szempontjából ez teljesen mindegy amúgy, hogy hány ilyen szerződés van. Igazából a felelősségi viszonyok az alapján állapíthatók majd meg, hogy ezekben a szerződésekben miket kötöttek, hogy milyen típusú szerződés volt ez, miket vállalt teljesíteni.
kezelni az intézmény, illetve az egészségügyi ellátója. Jogilag mire számíthat Gizella, ami lesz ennek az ügynek a folyamata? Ez tőle függ, tehát hogyha ő nem lép és nem kezdeményez semmit, akkor nyilvánvalóan nem fog történni semmi, illetve nyilván így, hogy a figyelem középpontjába került az eset, valamiféle vizsgálat, lehet, hogy csak egy belső vizsgálat, de lehet, hogy egy szakhatósági vizsgálat el fog indulni, és az majd hoz valamilyen eredményt. A további lépések ennek a vizsgálatnak az eredményétől függnek, de ez Gizellát semmilyen mértékben nem köti, olyan eljárás, vagy azt kezdeményez, amit ő kíván. Az, hogy a szakhatóság milyen eredményeket állapít meg, az ő esélyeit, vagy az esélyeit mutatja majd meg, hogy esetleg egy kártérítésben, vagy hogyha egy büntető eljárás, akkor azok milyen sikerrel fognak bekövetkezni. Köszönjük szépen az információkat. Köszönöm szépen.